A Magyar Műfordítók Egyesületének közleményét szeretném ismertetni, az elnökség és a tagok nevében. Hetényi Zsuzsa vagyok, műfordító, irodalomtörténész, az Egyesület alelnöke. Budapest első kerülete 2006-ban alapította a Budavári Tóth Árpád műfordító díjat, amiért csak dicséret illetheti. Jeles műfordítók nyerték már ezt a kitüntetést, amely jelentős pénzjutalommal is jár. Az egyik jelölő szervezet az általam itt képviselt Magyar Műfordítók Egyesülete. Idén váratlanul ért bennünket a számunkra teljesen ismeretlen nyertes személye, akinek 3-4 címet tartalmazó munkássága nálunk a tagsághoz se lenne elegendő. Az ő munkaterülete nem a kulturális élet, hanem a politikai szféra. Közíróként elkötelezett kormánypárti propagandista. A Fidesz-Jobbik túlsúlyú elsőkerületi képviselőtestületben politikai döntés született, nem pedig szakmai. Mivel a jövőben az érdemi szakmai szempontok érvényesítését nem látjuk biztosítottnak, ezért bejelentjük, hogy a Magyar Műfordítók Egyesülete a jövőben nem asszisztál a díjhoz és távol marad a jelöléstől. Közleményünk felolvasására sajnos a mai díjátadó ünnepségen nem kaptunk lehetőséget. A helyzet, az adatok és a mi jelöltjeink részletesebb leírását a mai 2023. szeptember 8-ai Élet és Irodalomban megjelent cikkemben találják meg. Köszönöm a figyelmet!